köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Skizofrénia gyógyszeres kezelés segítségével szinte teljes életet tudnak élni a betegek. Javulni látszik a gyógyszerhiány, de még mindig van, ami nem elérhető. Írtják a szúnyogokat, emberre és más gerincesekre ártalmatlan szert használnak. 15. Trófeavad gasztronómiai fesztivál, minden a finom ételekről szólt Tamásiban. Skizofrénia. Ismerősei szerint ezzel a mentális betegséggel küzd a tengelici gyilkos. A szakember azt mondja, megfelelő gyógyszeres kúra és pszichoterápia segítségével szinte teljes életet tudnak élni az érintettek. Ellenkező esetben a pszichózis irányítja az ember viselkedését, amit az képtelen uralni. Brutális gyilkosság rázta meg az országot múlt héten, mint ismeretes Tengelic-Szőlőhegyen egy 29 éves férfi több készszúrással sebesítette meg saját unokahúgát, majd végül a torkát is elvágta. A helyiek elmondása szerint az elkövető skizofréniával küzd, és már korábban kórházban is feküdt a pszichés betegsége miatt. A személy a saját belső valóságát éli meg külső valóságként is. Tehát a fantáziáit, az elképzeléseit úgy éli meg, mint hogyha az realitás lenne. Éppen ezért nagyon irreális mozanatokat tud produkálni a viselkedésében. Ha kezeletlen skizofrénről van szó, akkor akár agresszív viselkedést is tud tanúsítani, hiszen nincsen semmi, ami a viselkedéses kontrollját valamilyen szinten megerősítené. Ugye feszült, impulzív, indulatos, emellett halucinál, tehát a halucinációinak nagyon sokszor olyan alapja van, amelyik ezt a feszültséget még inkább táplálja, és amennyiben nem tudják kezelni pszichofarmakonokkal, tehát gyógyszeres terápiát nem kap, úgy bizony nagyon sokszor előfordulhatnak kriminális cselekmények is. A szakember azt mondja, ezek nem direkt cselekedetek, ilyenkor a betegség irányítja az ember viselkedését, amit képtelen uralni. Hozzátette, hogy a skizofrénia tünetei három csoportba sorolhatók. A negatív, a pozitív és a pszichomotoros tünetek. A negatív tünetek azok, amelyek a normál viselkedésből elvésznek, tehát például az érzelmi sivárság, a merev pantomimika, az, hogy gyakorlatilag egy teljesen fantáziátlan világban él. A másik oldalon viszont vannak az úgynevezett pozitív tünetek, azok pedig hozzáadnak valamit ahhoz, ami egy normál működésű embernél van, ilyen például a hallucináció vagy az illúziók, amelyek uralják a személynek a viselkedését, és vannak a pszichomotoros tünetek, amelyek egy ilyen pszichomotoros pszichés nyugtalanság, egy ilyen túlmozgás, vagy akár katatónia, például hogy bizonyos formációkba belemervedik a személy, és akár 10-16 órán keresztül egy darab mozdulatot tud megtartani. Megfelelő gyógyszeres kezelés és pszichoterápia segítségével azonban szinte teljes életet tudnak élni a skizofrén személyek is. A tengelici gyilkost egyébként most egy hónapig megfigyelik, hogy a szakorvosok meggyőződjenek arról, hogy súlyos mentális betegségben szenvede. Ha kiderül, hogy az elme állapota nem kóros, vagyis tisztában volt a tette következményeivel, a kezelést követően börtönbe kerül, ahol akár 15 évet is eltölthet. Különös baleset történt Dunaföldváron a Kereszt utcában. Egy dobozos teherautó előbb egy ház falának csapódott, majd tovább haladva egy másik ingatlan előtt található füves részen állt meg. A kocsiban ülők kiszálltak és egyszerűen elmenekültek. Később a tulajdonos megjelent az autónál, de nem tudta megmondani, ki vezethette azt. Hamarosan megindulnak a paksi bővítés újabb fontos előkészítő munkálatai. A módosított szerződéses keretrendszer biztosítja a gyorsabb előrehaladást a biztonsági szabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett, közölte a külügyminisztérium, miután a tárcavezető a Rosszatom vezérigazgatójával, Alexej Lihacsóval tárgyalt. Szijjártó Péter szavai szerint július elején kezdődhet az úgynevezett résfalazási munka, amely rendkívül fontos a reaktorok biztonságos működésének szempontjából, illetve indul a talaj kitermelése, majd szilárdítása, aminek eredményes elvégzését követően a projekt stratégiai fontosságú pontjának számító úgynevezett első beton is lekerül majd a földbe. Az Európai Unió most egy hónapon belül jóvá hagyta azt a két szerződésmódosítást, amely részben a finanszírozási szerződés, részben pedig a kivitelezési szerződés bizonyos pontjainak módosítására irányult. Ezekkel a módosításokkal egy csomó bürokratikus terhet le tudunk venni a beruházásról, és a legszigorúbb nukleáris biztonsági szabályokat tiszteletben tartva is fel tudjuk gyorsítani ezt a beruházást.
Valamennyit javult a gyógyszerhiány a patikákban idehaza. Néhány készítmény már elérhető, amikkel korábban gond volt, de még mindig vannak olyan termékek, amelyeknél akadozik az ellátás. Tessék? Gyógyszerem, vigyázz kellene. Igen. Tele vannak az egyik szexedi gyógyszerter fiókjai. Sajnos ez nem mindig volt így, hiszen sokan tapasztalták, hogy több termék hónapokig nem volt elérhető az üzletekben, és van, ami még mindig hiányzik. Tekintettel arra, hogy most kisebb mennyiségben fogynak a szezonális vírusos betegségek kezelésére szolgáló készítmények, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek, ezért azok most elérhetőek. Elég rapszódikus az ellátás, úgynevezett kvótában kapunk meg bizonyos mennyiségeket az országba. Sajnos az a baj, hogy nagyon jó kilátásaink nincsenek, mert jelen pillanatban kb. 1500 gyógyszer szerepel az OGYI honlapján, ami hivatalosan OGYI felé, hatóság felé bejelentett gyógyszerhiánycikk. Ott megnevezik a gyártók az indokot, az esetek felénél azt látjuk, hogy gazdasági szempontok vannak a háttérben, máshol gyártási kapacitás, alapanyag probléma, tehát többféle variáció előfordulhat. Nemrégiben nyilvánosságra került, hogy pluszadó fogja sújtani a külföldről behozott gyógyszereket. Hogy ennek milyen hatása lesz a betegek ellátását illetően, az még bizonytalan. Egyébként mindennapi küzdelmünk a gyógyszerhiány. Azt nem tekintjük gyógyszerhiánynak, hogyha egy készítménynek van helyettesítő készítménye, akkor nem számolunk azzal, viszont azért előfordul valóban olyan, amit nem tudunk adni. A jelenlegi gyógyszerhiány leginkább betegség, illetve gyógyszercsoportokat érint. Főleg a diabétesz kezelésére szolgáló, illetve a testsúlycsökkentésre alkalmas vénköteles szereknél nem folyamatos még az ellátás, de a szakember szerint ez a közeljövőben rendeződni fog. A kormány folyamatosan figyeli az infláció alakulását, és ha szükséges lesz novemberben, adott esetben még előtte is korrigálja a nyugdíjakat, nyilatkozta Banai Péter Benő. Az államháztartásért felelős államtitkár szerint a 13. havi járandóságot jövőre is folyósítják, mégpedig teljes és emelt összegben. A kifizetésre a szokásos időpontban február elején kerülhet sor. A több mint 2,5 millió jogosult 13. havi nyugdíja összesen 449 milliárd forintba kerül. Egy tűzpiros Ferrarira is le lehet csapni a Nemzeti Adó és Vámhivatal következő árverésén. Az olasz fenevad becsült értéke 86 millió forint, de akár már ennek a feléért is elvihető. A nyertes licitáló garázsának égköve lehet ez az álomautó, amire a hatóság árverésén június 23-ától egészen 26-ig lehet licitálni. A motorháztető alatt egy csaknem 4000 köbcentis 600 lóerős motor lapul, ezért nem meglepő, hogy az olasz paripával akár 4 másodpercen belül elérhető az óránkénti 100 km-es tempó. A sportkocsi makulátlan állapotú, 2019-es évjáratú és csak picivel több mint 20 000 km-t futott. Az autó az árverés előtt június 21-én személyesen is megtekinthető Budapesten. A járművet egyébként vélhetően egy őrzővédő cégeket működtető bűnbanda egyik tagjától foglalták le. A gyanú szerint ő nagyjából 1 milliárd forintot csalt el az államkasszából. Megkezdődött a szúnyogok írtása Tolna vármegyében. A szakemberek most Szekszárdot és a környékét járják végig. Emberre és gerincesekre ártalmatlan vegyszert használnak, aminek viszont kellemetlen a szaga, ezért érdemes kora esténként becsukni az ablakokat néhány napig. Ez itt van a patak. Ez a háromszög volt. Igen. Térkép segítségével osztották fel egymás között Szekszárd utcáit a szúnyogírtást végző szakemberek még 2021 nyarán. A gyors egyeztetést követően már indultak is az erre a célra átalakított autóikkal. Kora estétől késő éjszakáig jártak végig utcáról utcára a Tolnai vármegye székhelyet a kocsik. Hangos útjuk során az emberre és a gerincesekre ártalmatlan, de a szúnyogokat elpusztító permetet szórtak. Most ismét itt a gyérítés időszaka, egyre több ugyanis a vérszívó az elmúlt hetek enyhe csapadékos időjárása miatt. A munkálatokat az egész országban ezúttal is a katasztrófavédelem szervezés irányítja. Az írtás Szekszárd és Tolna térségében kezdődött kedden, a következő napokban pedig Tolna vármegye mintegy fele sorra kerül. Tolna vármegyében 7550 hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten. Ezt az ütemtervet ugye mi lakosok is, akár magunk is hétfőn délutánonként legkésőbb ehhez hozzájuthatunk. Itt 3 napon lesz beütemezve erre a hétre egyébként a gyérítés. Itt 6-án, 7-én és 8-án a már mondott egyébként 7550 hektárnyi terület. Összesen ez 49 települést érint egyébként ebben a vármegyében ezen a héten.
A szakemberek csak akkor tudják kijuttatni a szükséges szert, ha azt az időjárás lehetővé teszi. Halasztás esetén viszont néhány nap múlva pótolják a munkát. Hogyha esősebb, csapadékosabb időjárás köszöntene be esetleg az elkövetkezendő napokban, vagy szeresebb időjárás, ilyen értelemben egyébként abszolút nem lenne hatékony már a védekezés, tehát ezeken az alkalmakon, ezeket pótnapokra szokták ezeket a gyérítéseket áttenni. Érdemes egyébként nekünk is tenni az ellen, hogy a vérszívók száma drasztikusan emelkedjen. Ez a legkönnyebben úgy érhető el, ha felszámoljuk a környezetünkben, kertünkben található pangóvizeket, vagy a vízgyűjtőket például szúnyoghálóval takarjuk le. A magyar kormány számára a vidék fejlesztése elsőrendű feladat. Nem csak a mezőgazdaságot, az agráriumot kell ezen érteni, hanem az olyan infrastruktúrális beruházásokat is, amelyek az élet minőségét javítják, mondta Nagy István agrármészter hétfőn egy útátadón. Vidéken élni ma már egyre inkább egy életminőség kérdése, a kitűzött cél pedig az, hogy a vidéki élet egyre nagyobb presztízzel bírjon. Ehhez viszont egymást épülő fejlesztésekre van szükség, hangsúlyozta a tárca vezető. A rezsicsökkentett szemétszállítási díjak nem fognak változni a lakosság számára a július 1-én az egész országban induló új hulladékgazdálkodási rendszerben. Hangsúlyozta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az új modellben az állam helyett a MOL a hulladékgazdálkodási feladat ellátó. Ők szállítják el és előkezelik a hulladékot. A költséget pedig júliustól a szennyezőnek kell majd fizetnie. Koncz Zsófi azt mondja, a kormány célja, hogy Magyarország minél előbb átálljon a körforgásos gazdaságra, hiszen az Európai Unió komoly célértékeket vár el hazánktól. 4 év kihagyás után rendezték meg újra Tamásiban a Trófea Fesztivált. A vad gasztronómiai programsorozatnak ezúttal is a helyi parkerdő adott otthont. Június 3-án került sor a Trófea Vadgasztronómiai Fesztiválra Tamásiban. A rendezvény középpontjában a hagyományos főzőverseny állt, amire több mint 100 fő települt ki csapatokban, hogy különböző vadhúsokat felhasználva készítsenek el családi, talált vagy éppen rögtönzött recepteket. Természetesen igyekeztünk megőrizni mindazokat a hagyományokat, amit már az elődeink leraktak, és így az egésznek a gerincét, a fő vonulatát, az természetesen a vadfőző verseny jelentette. A csapatok számában azért érzékeljük ezt a 4 év kihagyást, de nagyon örülünk annak, hogy azok, akik rendszeresen jártak erre a programra, azok ismét megmérettették magukat. És mindjárt, hogy saját szavamba vágjak, nem is annyira a megmérettetés a lényeg, hanem az, hogy családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek kitelepülnek ilyenkor ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és igazán egy közösségi programot tudunk megvalósítani velük együtt. Az eseményen a város polgármestere, Borga Ferenc is részt vett, és elmondta, az ember és a természet kapcsolatának megerősítésében is fontos szerepet játszik a fesztivál. Az volt a filozófiánk, és azt szeretnénk lépésről lépésre újra vissza csempészni ennek a rendezvénynek a kapcsán, hogy ez a pont az ember és a természet találkozási pontja, összekapcsolódása. Itt az erdő szélén a természet, a vad, a gyönyörű környezet, azoknak az értékeit valahogy megjeleníteni, minél színesebb, minél különlegesebb programokon keresztül. Itt is most vannak ilyen programok, de még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt most egy kicsit újra kellett mindent kezdenünk, de elszántak vagyunk olyan tekintetben, hogy újra komoly rendezvényé építsük fel itt a tamásiakkal és a környékbeliekkel közösen ezt a rendezvényt. A Tamási Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál különböző színes programokkal várta az érdeklődőket. Napközben a legkisebbek szórakoztatása és a főzőverseny volt előtérben, az estét pedig egy koncerttel és diszkóval zárták. Regionális híreink következnek. Infláció jóléti eredmények védelme, a magyar költségvetésről is szó volt a pécsi konferencián. Első helyezést értek el a diákok, faültetés és tanulmányi kirándulás volt a jutalom. Baranya, Tolna és Somogy vármegyékből is érkeztek tájfutók, közel 100-an vettek részt a sporteseményen. Milyen folyamatok állnak az infláció növekedése mögött, és hogyan lehet csökkenteni a pénzromlást?
milyen célok mentén állították össze az ország költségvetési tervezetét, és tarthatóak-e a célkitűzések a jelenlegi helyzetben. Ezekről is szó esett a Pécsi Pénzügyi Napok nyitányán, a Közgazdaságtudományi Kar szervezésében. A konferencián a Költségvetési Tanács elnöke is előadást tartott az idei tervezetről. Az infláció minél gyorsabb letörése segíti a kamatterhek letörését, olvasható ezen a dián, amit a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának konferenciáján láthattak a résztvevők hétfőn. Az idei Pécsi Pénzügyi Napok rendezvényén előadást tartott a Költségvetési Tanács elnöke is. Kovács Árpád azt mondta, az idei magyar költségvetés tervezésénél az volt a cél, hogy az elmúlt évtizedben elért eredményeket megvédjük. Szerinte ez teljesíthető. Felszínen tudjuk tartani magunkat, ez a válasz, és azok a jóléti programok, amelyek korábbi években megindultak, azoknak a védelmére a kormányzat nagy figyelmet fordít, és hát megpróbálja tartani ezeket. Más területeken, mint a beruházások területe, egyes állami szolgáltatások világa azokon a területeken próbál szűkíteni és megtakarítani. Jövőre 6,5%-os inflációval számol a kormányzat. Az ország éves bevétele 86 ezer milliárd forint lesz. Az inflációról külön elemző előadást tartottak, mondja a konferencia szervezője. Ebben szó volt arról is, hol lehetne hatni a folyamatra. Nagyon sok pénz áramlott ki, és ez azt jelentette, hogy nagyon megnövekedett a kereslet, a kínálati oldal pedig külső tényezők hatására lecsökken. Tehát ez egy fontos tényező volt abban, hogy kialakult ez az inflációs nyomás. Erre rásegített a háború, illetve rásegítettek az energiaárak, tehát ezek közül azokat kell kiválasztani, mire nekünk hatásunk van. Ugye az energiaáraknak a hektikus változása, az nagyon nehezen tudjuk meghatározni, ez mellett az infláció. Viszont ha ilyen hektikus árváltozások vannak, akkor a tartalékolásnak nagy szerepe van. Nem mindegy, hogy mikor vásárolunk gázt és mikor adunk el gázt, vagy egy anticiklikus tárolást kellene végrehajtani. A költségvetés és az infláció mellett az adó jogszabályokról, a pénzügyi terület digitalizációjáról is tartottak előadásokat, plenáris üléseket. Már 15 éve rendezik meg a Pécsi Pénzügyi Napokat. Az egész országból, illetve a határon túlról is érkeznek szakemberek erre a kétnapos eseményre, tudtuk meg a szervezőtől. Emlékfát ültetett a Pécsi Deák Ferenc gyakorló általános iskola 4 diákja. Kristóf, Tamás, Dávid és Hunor ugyanis részt vettek a Europe Direct Barany által szervezett környezetvédelmi vetélkedőn, amit meg is nyertek. A Youth for Greener EU elnevezésű környezetvédelmi vetélkedő nyertes csapata ültethetett fát Pécset. Bízunk benne, hogy a jövőben is tudunk hasonló rendezvényeket szervezni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a fiatalok már úgy éljék le az egész életüket tínédzser koruktól kezdve, hogy a környezetvédelem az a mindennapjuk része legyen, az energiatakarékosság, és hogy próbálják megőrizni és javítani a szűkebb környezetük, illetve a bolygó jelenlegi állapotát. A felső tagozatos diákok számára kiírt versenyen többek között a Pécsi Deák Ferenc általános iskola tanulói vettek részt, akik több fordulóban mérhették összetudásukat. Az első fordulóban összedolgoztak a gyerekek egy írásbeli munkát, készítettek el tulajdonképpen, kérdésekre válaszoltak, környezettudatossággal kapcsolatos, a cementgyárral kapcsolatos kérdésekre, majd pedig a második menetben, ott helyben, Királyegyházán vettek részt egy versenyen, és nagyon örültünk a szép eredménynek. Az ötödik osztályos Galaxis őrzői névre hallgató csapat nyerte el az első helyezést. Kristóf, Tamás, Dávid és Hunor már ilyen fiatalon is tudják, mit tehetnek a környezetvédelem érdekében. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, és nagyjából ennyit tudok mondani. Azt szerintem úgy, hogy nem szemetelünk, szelektíven gyűjtünk, és leginkább elektromos dolgot használunk, nem ilyen benzineseket. Például biciklit is, meg elektromos autót. Hát szerintem úgy is tudunk ugye környezettudatosabban élni, hogyha ültetünk sok növényt, fákat, és ugye, hogy nem szemetelünk. Hát szerintem az lenne még jó, hogyha autót az kevesebben használnának, és inkább buszoznának, mert hát ugye az kevesebb benzin.
A pécsi csapat után egyébként második helyezést ért el a Mohácsi Kisfaludi Károly gimnázium csapata, a harmadik helyet pedig a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata szerezte meg. Közel 100-an vettek részt az idei Baranya, Somogy és Tolna vármegyei középtávú tájfutó bajnokságon. A megmérettetést az Annafürdői parkerdőben rendezték meg. A sportolók 6 egyéni és 2 váltó kategóriában nevezhettek. Megihettem a hosszú pályát, nem a sok fülfölért. Volt, aki szerint a nagy szintkülönbség jelentett kihívást a Baranya, Somogy és Tolna megyei középtávú tájfutó bajnokságon. A megmérettetést a lengyel Anna fürdő parkerdőben rendezte a pécsi Vörös Meteor sportkör. Mintegy 100-an jelentkeztek egyéni és váltó kategóriákban. Többek között a PVSK egyik kiemelkedő sportolója is teljesítette a leghosszabb 5 kilométeres távot. Benke Somorjai Dávid első helyen végzett. Azt mondja, ez egy jó lehetőség, hogy felkészüljön az országos bajnokságra. Jó volt a pálya, igazából fizikailag annyira nem volt nehéz, nem nagyon lehetett rajta hibázni, technikailag gyors volt a terep, lehetett nyomni, lehetett erősnek érezni magát az embernek. A versenyt eredetileg csak Baranyában szervezték volna meg, ám végül Tolna vármegyére esett a rendezők választása. A parkerdő területe ugyanis kiváló körülményeket biztosít egy ilyen verseny lebonyolítására. Itt van ez a nagyon jó terep, amiről Dénes Zoltán, a kalocsai tájfutó és nagyon jó térképrajzoló készített már térképet. Mi lenne, ide jönnénk, megkérdeztük tőle, azt mondta, hogy a térképet használhatjuk, és ezért alakult így egy hirtelen jött ötletből, hogy mondjuk azt, hogy mindentől messze van, minden egyes tájfutószakosztálytól, Paks, Pécs, Kaposvár, nagyjából egyforma távolságra, és ide talán könnyebben eljön mindenki. A versenyzők Baranya, Tolna és Somogy vármegyéből jelentkeztek 6 egyéni és 2 váltó kategóriában. A sportolók egy 140-260 méter közötti magasságú, markáns domborzatú, változatos fedettségű erdőben mérhették összetudásukat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Skizofrénia gyógyszeres kezelés segítségével szinte teljes életet tudnak élni a betegek. Javulni látszik a gyógyszerhiány, de még mindig van, ami nem elérhető. Írtják a szúnyogokat, emberre és más gerincesekre ártalmatlan szert használnak. 15. Trófea Vad gasztronómiai fesztivál, minden a finom ételekről szólt Tamásiban. Szerdán már országszerte kisüt a nap, délelőtt azonban még a felhők lesznek túlsúlyban. Emellett szorványosan számítani lehet kisebb esőkre is. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!